Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, betegek világnapja volt pénteki napon, boldogságos Szűz Mária Lurdi megjelenésének az ünnepén. Mégis tudjuk, hogy Szűrű Szent Bernadettnek 18 alkalommal jelent meg a szeplőtelenül fogantatott, mely jelenések kapcsán aztán az egyház az utolsó hittétel dogmát is meghirdette, kiirdette, hogy már a szeplőtelenül, vagyis áteredő bűn nélkül fogant. Kedves testvérek, kérjük is a boldogságos Szűz Máriát, hogy imádkozzon betegeinkért. Nem csak testi betegekért, hanem lelki betegségekkel, gondokkal, bajokkal, küszködőkért. Nyugodtan elmutatja, hogy valamennyünkért. Az ő csodálatos mennyi közbenjárását rengetegszer kiki megtapasztalhatta saját életében. Lourdeshoz kapcsolódóan sok-sok csodálatos gyógyulás történt. Természetesen nem azért megyünk Lourdesba, hogy csodát azonnal ott megkapjuk. A legnagyobb csoda a hitben való megerősödés. Higgyék el nekem, mert ugyan az ember, hogy Jézus maga mondja, lehet, hogy két keze lába van, de lelke kárt szenved, semmit nem adhat az ember cserében lelkiért. A legnagyobb csoda, kedves testvérek, a bűnök bocsánata, a tiszta, megszentelt élet. Elsősorban ez a legfontosabb. Persze, hogy imádkozunk a testi betegségben kínlódó, szenvedő testvérünk fölépüléséért. Betegek világnapja van, és ezen a napon nagyon sokszor ugye az elmúlt évtizedek során a betegek szentségét szoktuk kiszolgáltatni. Testvéreink számára a járvány miatt most, kedves testvérek, ettől én most eltekintenék, hogy a 40-50-80 testvérnek feladjuk a betegek kenetét. Egy picit majd még várunk, amíg a járvány remélhetőleg teljesen el fog csitulni, és akkor a betegek szentségét közösség formájában, közösségben fogjuk majd kiszolgáltatni. Ez nem azt jelenti, hogy ha egy-egy beteg valahol van, akkor a pap nem menne el, kivéve persze, hogy a Covid beteg, akkor különleges felszereléssel és a többi ne szolgáltathatná ki. De kérjük a Jóistentől a kegyelmet, beteg testvéreinkért is, mint előbb elüntettem valamennyünk számára, hogy a szeplőtelenül fogantatott boldogságos Szűz Mária imádkozzon értünk. Csak így csöndben szeretném megegyezni, és így közben nagy szeretettel köszöntöm a Noé Zenekar YouTube csatornáján élőben a szentmisébe kapcsolódó testvéreinkkel, hogy Budaörsön előbb épült meg a kis kápolna a szeplőtelenül fogantatott Mária tiszteletére, csodálatos látomás kapcsán, mint Lourdesban. Ez egy nagy-nagy öröm, pápai jóváhagyással. Igen különleges hely, kedves testvérek, és bizony, ha nem is olyan reprezentatív módon történnek a gyógyulások, mint Lourdesban, de sok-sok kimond meghallgatás kapcsolódik ahhoz a, úgymond számomra, vagy sokak számára szent helyhez. Kedves testvérek, a szentmise áldozatot a Malik és a Girisz család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait, van gyónás lehetőség, József atya várja a gyónni kívánókat. Gyónom a mindenható Istennek és te testvéreim, hogy sokszor és sokat gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, kiveled éli és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában, semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárasság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Olyan, mint a fa, melyet folyó víz mellé ültettek, mely idejében nem fonnyad el a lombja, siker koronázza minden tettét. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a polyva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak, de a gonoszok útja a pusztulás. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Szent Lecke Szent Pál apostolnak Korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim! Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmi sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk, Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Alleluia, alleluia.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztás után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köré, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és a szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványra emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírásotok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből, és megrágalmaznak, és neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az ember fia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásatokat. Jaj nektek, akik most jól laktok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, itt a hittanteremben van lehetőség gyerekek részére, kisgyerekek részére, akik szeretik igénybe venni, hogy testvéreink, hogy felük addig játszanak, beszélgessenek, míg a prédikáció tart, hogy nyugodtan át lehet menni, át lehet vinni a kicsi gyerekeket, hogyha erre van rá lehet igény. És a szemléletet felajánlás részéhez már pedig visszakapcsolódnak. Kedves testvérek! Máté evangéliumában hegyi beszédről beszélünk, Lukács evangéliumában pedig a síksáról mondott beszédről beszélünk. Pontosabban Máté evangéliumában egy hosszú programbeszédet hallhatunk a hegyi beszéd kapcsán. A Lukács evangéliumában egy rövidítettebb változatot, amelyet Jézus a síkságon mond el. De nem is ez a lényeg, hogy hegy vagy síkság, az egyik Máté evangéliuma sokkal inkább egy lelki oldalra közelíti meg a boldogságokat, míg a Lukács evangéliumában egyfajta szociális oldalról közelíti meg Jézus Krisztus, vagy életállapot oldalára közelíti meg a boldogságot. Tehát például Máté evangéliumában azt olvasok, hogy boldogok a lélekben szegények, mert ők a mennyek országa. Itt Lukással azt olvasok, hogy boldogok a szegények, mert ők az Isten országa, és sorolhatnám. Kedves testvérek, mi is a boldogság? Ez egy nagyon fontos kérdés, azt hiszem. Sőt, szerintem a legfontosabb kérdés. Boldogság önmagában nincs. Valaki azt mondja, hogy boldogság önmagában van, akkor azért, hogy elgondolkodom rajta, hogy igazából meg is tapasztaltam már valamikor is, úgy Isten igazából a boldogságot. A boldogság nem személytelen. Na, és itt az nagy lehetőségünk és egyetem megoldásunk, hogy a boldogság nem valami, nem a tárgyak birtoklása, nem egy életállapotnak a birtoklása, nem is az egészség. A boldogság nem a gazdagság. A boldogság egyenlő
szeretet közösség. Nem csak szeretet, szeretet közösség. Azért, mert az ember nem tud önmagában boldog lenni, csak akkor, hogyha a boldogságát közösen megéli, és az már szeretet. Sőt, boldogság abból fakad, amit Szent Alapostor mond, Jézus mondata nincs benne az evangéliumban, de a hagyomány szerint ez Jézus mondta, és teljesen beleillik Jézusnak a gondolkodásába. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Igen, kedves testvérek, a mi boldogságunk abból fakad, hogy nem mi ajándékozunk, ez egy nagyon fontos, nem én vagyok a középponton, a porond közepén, és én annyit adtam már. Én olyan nagyszerű ember vagyok. Persze az a másik ember az olyan, ő is adott valami, de hát azért sokkal külön vagyok. Nem látod, Istenem? Erre mondja Jézus azt, hogy a farizeus oda megy az első padba, döngeti a mellét, hogy én, és azt hátra bögdös arra a szerencsétlen vámosra, aki nem meri felemelni a szemét, és annyit mond, hogy Uram, irgalmazd nekem nyomorult bűnösnek. A farizeus azt gondolt, hogy ő sokat produkált az Istennek, produkció, teljesítmény, akkor ő most már kiváltotta önmagát, én most már tökéletes, majdnem, mint az Isten, majdnem, idő kérdése. Na, kedves testvérek, ezek az emberek a legboldogtalanabbak. Miért? Azért, mert szívük, lelkük teli van gőggel. Ezért mondja Jézus itt az előbbi evangéliumi szakaszban, hogy ezek a jajokat a farizósok számára, a kétszín emberek számára. Azt hiszi Szent Ferenc, aki az egyik nagy példaképem, másik pedig Don Bosco Szent János, és most nem azért, hogy nincsenek, de hogy rengetegen vannak még, rengetegen. Emlékezz Szent Jiromostól kezdve, Szent Második János pápa, sorolta, Szent István és a többi. De egy a lelkiség szempontjából Szent Ferenc és Don Bosco. És azt hiszi Szent Ferenc, akkor ott igazából boldog, nem amikor elfogadta azt a tömértelen kincset, amit oda akartak neki adni, pedig apja, rabolt vagyont, ugye? Ha akkor azt mondta, hogy köszönöm, ez nekem nem kell, és én választom a szegény, egyszerű Jézus Krisztusnak az életét. Bolondnak nézték, lelki nyomoroncnak nézték, fel is gyújtották a kis templomát, amit őt építgetett, megkurcolták össze-vissza, ide-oda, de boldog volt. Mert Isten volt szívében, lelkében, ő töltötte be, és nem valami, hanem valaki, az az egy, az Isten. És fel kell tenni a kérdést magunkban, kedves esérek, egyrészt persze, hogy a mi szívünket, lelkünket mennyire engedjük, hogy Isten töltse be, amirunk Jézus Krisztus által, aki a maga dicsőségét letette, ugye, kiüresítette önmagát, olyan volt, mint egy ember, egy volt közülünk, a bűnt kivéve, hogy mennyire engedem, hogy átjárja, mint kovász a tésztát, Krisztus az én életemet. Kedves testvérek, félreértés ne essen, nem az a baj, hogy valakinek vagyona van, valakinek sok mindene van. Az a baj, hogy a Szentírás, hogy mondja, a szíve hozzá tapad. Tehát annak él. Tehát nyúl viszi a puskát. Tehát a kapott, szerzett, mit tudom én, vagyon, nyilván nem a harácsot, meg a lopott, meg a gazemberség által összeszedett vagyonról beszélek, az egy más, az egy bűnös kolonc, kullancs az emberben. De hát, hogyha akinek van, és bűvekedik az anyagi javakban, akkor az a felelőssége van a közjavára. A közjavára.
Óriási felelősség ez, kedves testvérek, világinak, egyháznak, bárkinek is. Kenyeredet az éhezővel osszad meg. Jézusom azt mondja, hogy 10 kiló kenyeret, vagy 2 szelet kenyeret, hanem azt mondja, a kenyeredet. Bár mondja Jézus egyik helyen, hogy akinek 2 ruhája van, az egyiket adja annak, akinek 1 sincs. Nyilván itt az értsük jól, amiről beszélünk, beszél Jézus, de arról az beszél, hogy legyél szabad. Ne tapadj bele ebbe a világba. Csak gondjába, bajába, nyűgébe, keserébe, és a tőzsa, stb. Ez nagyon fontos, kedves testvérek, ez egy életmód, gondolkodásmód kérdése. Tehát nem azért tanulok, nem azért sportolok, nem azért teszem a jót, nem azért akarok előrébb jutni az életben, hogy nekem, hát akkor régen rossz, állandóan elégedetlen leszek, állandóan frusztrált leszek, neurotikus leszek, állandóban bajom van. Hanem azért teszem mindezt, hogy a másik embernek jó legyen. Sőt, ez még csak humanizmus. Krisztus nagyobb dicsőségére teszem, és a lelkek javára. A humanista ember, nagy francia dicsőséges időzelben, szabadkümes forradalom, ugye, szabadság, testvériség, egyenlőség egyik legnagyobb hazugság volt. Minek kapcsán borzalmas pusztítást végeztek és végeznek, most is a szabadkönyves irányzatok, illetve a szentológiai nemegyház, egy rabló gazdasági, szellemi, gazdasági birodalom az egész világ számára. Ugye ma egy divat arról beszélni, hogy kelet vagy nyugat, nyugat vagy észak, de kedves esérek, ilyen kedvenc kis énekecske volt, nem biztos, hogy díjnyertes leszek ezzel a mondatommal most, hát csak idézetet mondok, ami így hangzik, és alkalmazzuk jelen esetre, aztán visszakanyarodunk természetesen a evangéliumhoz, sőt, Lourdeshoz is nem sokára. Így szólt a kis mondóka, 2 szerelmes pár mindig együtt jár, egy tányérból esznek, mindig összevesznek. A pénz, a hatalom koncentrálódik 6-8-10 gigantikusan gazdag család életében, vagy birodalmában. Hát nehogy már Kovács István, vagy Nagy Ilonka, ő mit birtokol, mit tudom ennyit. Ugyan már? Ugyan. A pénz gyár, a evilági hatalomnak a eszköze, az koncentrál, egy icipici kis tőben. De arra képes persze a diabolosz, hogy háborúkat, ellenségeskedéseket, szellemi látszak, küzdelmet, harcokat bonyítson, és elterje az emberek figyelmét, és főleg itt most beszéltünk, a keresztény, mikor volt keresztény, Európa, Magyarország és a többiről, hát elterje a figyelmüket Istenről. Ha nincs megújulás Európának, Magyarországnak, Jézus Krisztus nélkül. Nincsen. Nincs. Tehát le lehet ide pumpálni nem tudom mennyi pénz, paripát, fegyvert és a többi, ha nincs lélek. Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi, és közben a lelke kárát veszíti? Mit adhat cserében az ember lelkét? Semmit. Ez óriási kísértéshez, kedves esérek, hogy gyerekeinket, unokáinkat, vagy fiatok, önmagat azért képezzük, hogy majd én. Nem! Ajándék, talentum, mína, ahogy mások helyen mondja Jézus. Ajándék. Minden ajándék, amit az Isten egy szempillantását vissza tud venni, bármi egy baleset, egy betegség, nem tudom mi kapcsán. És ki lesz mindaz, amit gyűjtöttél? Istennek tartozunk elszámolással. Veszélyes időket élünk így szempontból, kedves esvérek, és többen említették nekem, hogy úgymond ne politizálják, tegnap olyan óvatosan beszélek, mert egyik testvérük azt mondja, hogy én nem tudom milyen oldal, a másik azt mondja, hogy amilyen oldal vagy, én semmi oldal nem vagyok. Én szeretném, hogyha Jézus Krisztus lenne az egyetlen oldal. Remélem, hogy katolikus anya szent egyházunk a templomában, az ezt ebben megegyezhetünk, hogy nincs más értékrend.
mint Jézus Krisztusnak az értékrendje, a katolikus egyháznak a hit erkölcsi tanítása. Azt helyettek az ista-pista, izmusok, és a többi, Ez igazodhatnak. Ha ebben nincs közös nevező, borzalmas baj van. Ezért bonyolult bele a világ is oly sok minden nyomorúságba. Európa. Több templomot rombolnak le Nyugat-Európában, például Franciaországban és a többi, mint ahányat építenek, és több mecset épül, mint ahányat lerombolnak. Hát sikerült eljutni. Hát most nem ez a probléma. Az a probléma, hogy ők vallásosak, ők nekik kell a templom, a maguk temploma, mi meg odadobjuk a kincseinket. Odobjuk az értékeinket, gyerekeinket, jövőinket. Akkor Svédországban például a katolikus óvodában a gyerekeket nem engedik imádkozni, mert katolikus óvodában keresztet vetni, mert diszkriminatív. Hát ez egy abszurdum. Nyilvánvaló, hogy az ember nem ezt szeretné. Azt se szeretné, hogy ami sok minden másfajta formában van. Itt nem kelet és nyugatról van szó. Hát félre ne értsék, szóval én még nem szeretek belebonyolódni. Magyarország egy nagyon érzékeny helyen van, hát tengely ponton van. Picit balra mozdul, az a baj, jobbra mozdul, az a baj. Szépen az a jó, hogy egy helyben áll, nem? Hát az egy helyben állásunknak a következménye volt, hogy kétharmad részünket elveszítettük, de mint Mária országa, igenis megmaradtunk. És ehhez nekünk igenis hűségesnek kell maradni. És ez a legnagyobb kincsünk. Visszakanyarodva Lourdeshoz, visszakanyarodva a csodálatos gyógyulásokhoz. Én nem mondhatom azt, kedves esérek, tényleg fantasztikus volt. Lourdesban voltam, 1987-ben Balassagyarmaton szolgáltam, Isten szent kegyelmében nagyon szép 3 év volt, Szalézi templomban 2 évet, Szentháromság templomban 1 évet. És hát elkeveredtem Lourdesban, nem volt papi vezető, azt meghívtak, hogy menjek el, hát túl sok ebben nem volt hozzá, mert édesapám nagyon beteg lett menet közben, és summa summarum, tényleg egy csodálatos módon Lourdi víz, imádság, oltári szentség, haldokolt, odahaza Minesúton laktunk akkor, és kaptunk még 3 hónapot, pont hogy a unokáját meg tudtam keresztelni. Tehát egy fantasztikus gyógyulás volt. Gyógyulás, átmeneti gyógyulás volt. Csodálatos volt. De nem ez a legnagyobb ajándék, kedves esvérek. A lelki gyógyulás a legnagyobb ajándék. És akkor gondolkodtam és imádkozgattam hivatásom körül, hogy, és ez nem jelenti persze nyilvánvaló, hogy mindenki nem lehet pap, hát mert egy, főleg ugye hölgyek nem lehetnek papok, bár ugye most ma a divat erről rágugumiz népeleget, például Németországban, ugye most nagyon okosak lettek hirtelenjében bizonyos erőknek a heccelésére. Na a lényeg, hogy tehát nem lehet neki pap, de Krisztus papságában részesedett, és így módon a megszentelés, az embernek a megszentelése kötelesség minden egyes megkeresztelt embernek. Megszentelni. Nos, hát gondolkodtam ezen, és akár bűnöző gyerekek, nagyon nehéz sorsú gyerekek között voltam, sok mindenen mentünk keresztül, 16-17-es voltam, mikor ezeket már megtapasztaltam utcai misszió kapcsán, például a nevelő otthonban, haldokló gyerekek mellett, Tűzoltó utcában, és a többi, hogy a legjobb ajándék, kedves esvérek, a bűntől való szabadulás, az a legnagyobb gyógyulás. Nem véletlenül beszél az egyház a gyógyulás szentségéről. A gyógyulás szentségéről. És hát kimutatható tény is egyébként, hogy a gyónó, áldozó, Krisztussal táplálkozó ember sokkal könnyebben gyógyul, és sokkal könnyebben megy el a Jóistenhez. Hát a gyógyult ember is előbb-utóbb megérkezik a Jóistenhez. Tehát végsősorban a gyógyulás, az nem más, mint Jézus Krisztusban való újjászületésünk. És a boldogságos szűzanya, a Lourdes szűzanya, ugye, és több Mária jelenés akár sorolhatnánk, Guadalupe, Fatima, stb. Tehát nem abban rejlik, hogy odamész, és puff, meggyógyulsz, hát nem egy tábori
kórházat építetett ott, persze van persze kórház, de nem az a lényeg, a lelki gyógyulás az a legfontosabb. Ha az ember belül rendben van, hát kimutatható tény, akkor szokták mondani az energiát, én a pszichis energia, az ember úgy egyben van, test, lélek, szellem egysége, harmóniában van. És lehet, hogy borzalmas kínokat él át, de szívében, lelkében ott van a mennyei boldogság. Már említettem önöknek többször, de ilyenkor Lourdes szűzanya kapcsán nekem ezt kénytelen vagyok elmondani, mert akkora élmény volt számomra, két élményt mondok el, és félre ne értsük, nem kesergésképpen mondom, pontosan az evangélium élő varázsa miatt mondom. Amikor a Tűzoltó utcában az egy 17-es gyerek haldokolt, és órái voltak, hát alig tudott valamit nyökögni szegényként. És hát voltam 19 éves, és a tárgyam szélén egy széken imádkoztam, Polc Ellen volt ugye a pszichológiának a vezetője, a részleg vezetője, tanodológiának egy gyermek, tanodológiának egy nagy úttörője, és hát megengedte, hogy ott imádkozzam. Egy ima közösségben jártunk egyébként Ellen nénivel. És ki nyitott a száját, és mondja, hogy nekem, hogy te figyelj, imádkozzál, mert megyek az Istenhez. De jó, hogy imádkozol. És kérdez, meg vagy keresztelve? Azt mondja, nem. És akkor belegondoltam, hogy ha pap lennék, de jó lenne, ha megkeresztelném. Pár órával már a Jussennél volt. Vagy Budösen borzalmas kínokat átélt fiatal testvérünk, aki az egész szenvedését, hogy nézett ki, azt inkább nem mondom el, mert drámai. 17 éves volt szintén, 3,5 évet szenvedett. Egy vágya volt, hogy amíg tudok nyelni, Krisztust hozzad el nekem, Atya. És soha nem kérdezte meg, hogy miért. Borzalmas kínjai voltak. Egy vágya volt, Krisztust hozzad el. És felajánlom szenvedésemet a fiatalokért és a budaörsi ministránsokért. Vagy egy másik lelki gyógyulás. Minap egy nagyon sokat szenvedett békenevelő otthoni fiatallal beszéltem, aki hát nagyon kacifántos életútja volt, szerencsétlennek. Nagyon. És ír nekem messengeren, hogy Atya, olyan boldog vagyok, megtaláltam Krisztust. Tudtam, hogy ki hiányzik az életemből. Nem lettem gazdagabb. Dolgozom mosogatóként valahol, mindegy, hogy hol. De megtaláltam. És annyi kínomra gyógyulást kaptam. És köszönöm, hogy imádkozhatok érted, Atya. Tehát azt írt, hogy imádkozz értem, az imádkozhatok érted. Na hát ez a gyógyulás. Ugyanígy meséltek egy másik srácról, aki 27 évesen írta nekem, hogy megtalálta az Úr Jézus Krisztust, aki után kajtatott már éveken keresztül. Nagy utat tett meg, és azt mondja, Atya, olyan jó, hogy végre megtaláltam Krisztust, és annyi sebemet begyógyítottam. Na látják, ez az igazi gyógyulás. Tehát nem másod kell keresni a teljes gyógyulás. Persze, hogy fontosak a doktorok, az orvosok, a sebészek, a begyógyász, a körzetorvos, stb. De a kettő együtt. A kettő együtt. És a boldogságos szűzanya, a szeplőtlenül fogantatott Mária közbenjárását igenis kérjük. Mai napon különösképpen én számtalanszor tapasztaltam meg az én életemben az ő mennyei közbenjárását, a szeplőtlenül fogantatott Máriáit. Kamaszkoromban nem sokat kezdtem ezzel a bonyolult kifejezéssel, de aztán az ember úgy érlelődik. A bűn nélkül fogant és bűn nélkül élt Mária. Az első ember, aki tökéletesen bűn nélküli.
úgy szerint mennyországbéli prototípus Krisztus megváltó áldozata miatt, majd a személyes érdemei miatt, hogy nyilvánból személyes bűne. Kérjük az ő mennyei közbenjárását, tudatosan. Ő a második Éva, igen, aki elő elfut a sátán. Hát számtalan jelenés kapcsán ebben kapunk megerősítést, hogy Máriát gyűlöli a sátán. Azért, mert az Isten Máriában egy olyan valaki szemét adott az emberiség számára, hogy a sátán, mint a legnagyobb szellemi lényből bukott angyal, ugye? Egyszerűen a gőg, a megáltalkodottság gyűlöletében rotyog, de már legyőzetett a sátán. És ezért kell kérni, hogy boldogságos Szűz Mária mennyei közbenjárásától takarodjon a sátán az életünkből. Hogy legyünk szabadok, hogy legyünk Krisztussal, az ő jelenlétével, igen, és értsd jól, amit mondok, ez nem azt jelenti, hogy nőies lelkűek, Máriás lelkűek, tiszta lelkűek. Most Mária szeplőtelen szíve által jussunk el Jézus szentséges szívéhez. És a két szívben egyé válva be tudjuk fogadni, igen, a legnagyobb ajándékot, Krisztust, és így módon életet, vagyis szívvel, lélekkel teli életet tudjunk vinni az emberek szívébe, lelkébe. Hogy a kőszív helyett élő eleven szív legyen. Hogy a sok valami boldogság helyett az egyetlen boldogság legyen. Krisztus boldogsága legyen. A boldogságos szűzanya közbenjárása által. És így módon rádöbbenek arra, hogy igen, ő előbb szeretett bennünket, mint János apostol is tanítja, ő előbb szeretett bennünket, és a mi feladatunk, ami kötelességünk, kinyitni lelkünk ajtaját Jézus Krisztus és a boldogságos Szűz Mária előtt, hogy az ő szíve dobogjon a mi szívünkben és a világ szívében. Amen. Hiszek az egy Istenben. Itén élőket és holtakat, szagának nem lesz vége. Akit épp úgy imádunk és dicsőítünk. Testvéreim, Jézus új természet fölötti élet fölfogása oktat minket, kérjük segítségét, hogy megértsük és megvalósítsuk a tőle kapott tanítást. Hogy Isten országát és igazságát többre becsüljük minden földi kincsnél, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházat tanítsa és mutassa meg a világnak az evangéliumi élet boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket.
hogy a múlandó élet javai miatt meg ne feledkezzünk az örök értékekről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy bűneinket igaz bűnbánattal megsirassuk, és részünk legyen a Szentlélek vigasztalásában. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy Jézus nevéért béketűrő lélekkel viseljük el az élet különféle megpróbáltatásait. Kérünk téged, hallgass meg minket. A szeptőtlen fogantatott Lourdes szűzanya közben járására adjunk lelki, testi gyógyulást valamennyünknek. Hallgass meg, Urunk! Jézus Krisztus, Mesterünk, Urunk és testvérünk, add, hogy szívünkbe fogadjuk tanításodat, ne engedd, hogy elkeseredjünk életünk próbatételei miatt, hiszen Te boldognak hirdetted azokat, kik álhatatosan kitartanak az irántad való hűségben, kérsz és uralkodol mindörökké. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket, legyen örök jutalom forrása azoknak, kik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl a szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűnögyön elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent leleked ereje által, te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, amelyet a Szent Háromság egyisten egyesít, mérhetetlen bölcsessége dicséretére egyházzá váljon, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged és újjongva zengjük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papságod együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkkel és mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörüljük, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szented együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Yeah.
Ima az Isten báránya, ima, aki elvesz a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Mennyi atyánk, megörvendeztél bennünket, Istenünk, attól, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Szeretném mondani, hogy február 23-án a Késznek lesz megemlékezése a kommunizmus áldozatainak napján, részlet a szurlapon olvasható. Február 25-én pedig délután vagy este 17:30 Szent István templomban, itt a templomban lesz egy nagyszerű előadás József atya invitálására, ugyanúgy, mint a Kopasz István atya is, a József atya jó ismerőse, illetve a előbb már említett énekes kedves hölgy, aki a 11 óra személyiségben fog majd közreműködni. Nos hát, Jenes Barnabás professzor, Tudományos Akadémia tagja fogja tartani az előadást, a Genezis, vagy a Teremtés könyve egy genetikus szemszögéből. Nagyon-nagyon érdekes maga a téma is, egyébként rengeteg vita volt erről, ugye? De hát ez, tudjuk, hogy a természettudomány és a hittudomány nem szemben állnak egymással, hanem egyik a másikat kiegészíti, úgyhogy itt nem szembenállásról van szó, hanem pontosan arról, hogy a teológián keresztül hogyan tudjuk látni a világot, a tudományos kutatások pedig igazolják mindannyiszor azt, hogy igenis kell lenni valakinek, aki ezt a csodálatos világot alkotta nekünk. Tehát szurdabb hátul található. Mint említettem, a Noé Zenekar YouTube csatornáján élőben a szentmise nyomon követhető, pár nappal később pedig a vágott, kicsit szerkesztett formációban, amit a Halom Televíziós lead a Facebook csatornákon keresztül, az enyémen is ugye megosztásra kerül. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon-nagyon fontos misszió. Megállapítottuk sajnos, hogy a Szent István templomuk ugye majd 2 évig épült, ugye megújult, az egy kiürülési pont volt, majd jött a Covid, második esztendeje, úgyhogy ennek következtében hát ilyen 40%-a a templomba járóknak csökkent, vonatkozik egy bizonyos, sajnos a gyermekekre, fiatalokra, hogy misszionálunk, nagyon szépen kérem, most már ez a Covid azért, az a jobbára én nem értek hozzá, de ez az omikronos változat dívik, én is valószínűleg azt kaphattam el, meg nagyon-nagyon sokan. Hát vigyázzunk egymásra, de azért talán-talán most már vissza lehetne szüremkedni a templomba, és lehetne aktívabban közösségi életet élni. Nyilván, hogy vigyázzunk egymásra, és ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon örülök annak, hogy Máté a naphimnuszból, illetve a fivérem nap azt énekelte, nem tudom, hogy előre be volt-e tervezve, előre be volt tervezve, látják, na ez a gondviselés, Máté előre már betervezte ezt, én pedig a predikációban pont erről beszéltem, úgyhogy ez az, miről próbálok itt csacsogni, beszélni, hogy a gondviselő Isten, ugye, így munkálkodik össze, meghatározó filme volt életemnek, a napfivér, holnővér, az egész Szent Ferenci gondolkodáson, meg a mások a fiúk apostol, a Don Boscónak az élete. Lelkeket gyógyítsunk, szerplőtlen fogadhatott Mária járjon közben értünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.